megkezdődtek a foápolási munkálatok a Szalki-szigeten. Orosz Csaba önkormányzati képviselő ismertette az égetés szabályait. Idén is temetőtakarítási akciót kezdeményeznek. A Vác ellen mérkőzött meg a Dépase csapata. Köszöntöm nézőinket, Önök a DSTV híradóját látják. Ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. Megkezdődtek a foápolási munkálatok a Szalki-szigeten. A DVG ZRT munkatársai a tűzoldók közreműködésével vágják ki a betegfákat, illetve csonkolják azokat, amelyek még megmenthetők. A DVG ZRT munkatársai a tűzoltóság segítségével kezdték meg a foápolási munkálatokat a Szalki-szigeten az elmúlt napokban. A szakemberek rendkívül sok olyan fát találtak, amelyek állapota már-már balesetveszélyes, ezért megelőzve az esetleges anyagi károk keletkezését, megteszik a szükséges lépéseket. A kezdeményezés részleteiről Szabó László, a Zöld Felületi Igazgatási Ügyintéző számolt be. Évek óta húzódó problémát próbálunk most megoldani. Az előző évek során már lehetett látni, hogy itt azért elég sok száraz nyárfa, fűzfa van, amik annyira be vannak már korhadva, hogy ugye itt most a megnövekedett rendezvények miatt nagyon sok balesetveszélyes helyzetet tud teremteni. Ezért most elkezdjük szakaszosan a balesetveszélyes fákat kitermelni, vagy levágni, vagy kivágni, némelyiket vissza fogunk csonkolni. Az ügyintéző hozzátette, amennyiben nem vágják ki a beteg elszáradt fákat, azok akár egy-egy kisebb vihar következtében is balesetveszélyes helyzetet teremthetnek. A szezonális viharok során, ugye ezek a fák, ahogy be vannak korhadva, egy kisebb vihartól is ketté tudnak törni, és azért itt horgászok vannak, azért rengeteg sétáló ember van, kutyát sétáltatnak, gyerekekkel lejönnek, a szabadstrandot nézni, pihenni, és ezért igen szükséges ezeknek a fáknak a kivágása. Mészáros László, a DVG ZRT erdészeti és parkfenntartási ágazatvezetője elmondta, a Szalki-szigeten végzett munkálatok bár egész évben aktuálisak a város szinte minden részén. Ezen a területen nem volt egyszerű feladatuk, hiszen mindenképpen a tűzoltóság segítségére volt szükség. Sajnos a pandémia miatt nem volt lehetőségünk a tűzoltósággal körülött együtt dolgozni, ezeket a fákat megoldjuk, ugyanis mindenféleképpen az ő segítségük szükségeltetik ez a munkának az elvégzéséhez, mert az önkormányzat illetve a DVG ZRT-nek nincsen ilyen magas kosaras autó, amilyen magasra föl tud menni, és ezt csak az ő autójukkal tudjuk megoldani, semmi más alpin technikai módszerrel nem tudjuk itt a víz mellett ezt megcsinálni. Szerencsére most össze tudtuk ezt a munkát hangolni, és most az ősz folyamán, amikor már nem olyan nagy a horgász szezon sem, nem zavarjuk annyira horgászokat sem, így most ezt a munkát elvégezzük, hogy a következő szezont már biztonságosabb körülmények között tudják csinálni. Az ágazatvezető úgy folytatta, amennyiben egy-egy fa olyan rossz állapotban van, hogy már a csonkolás sem segít rajta, sajnos muszáj azt kivágni. Hát, hogy olyan állapotban van a fa, amikor már abszolút nem tudjuk megmenteni, mert annyira tőkorhat például, hogy hiába csonkoljuk vissza, de a fának az alja van elkorhadva, akkor nincsen sajnos más lehetőségünk, mint hogy teljesen kivágni a fát, hiszen akármennyire is természetbarátok vagyunk és akarjuk megmenteni a fáknak az életét, nyilván az ember élet és a vagyonvédelem az első számú szempont, amit figyelembe kell vennünk, tehát ezeket a fákat nem fogjuk tudni tovább tartani, muszáj vagyunk kivágni őket. Vannak olyan faegyedek, amik még esetleg egy pár évet tudunk nekik adni, megmenteni az életüket egy drasztikusabb visszacsonkolással, ráadásul ezek fűzfák, ez egy olyan fajta fa, ami bírja is ezt a jobban ezt a csonkolásos megoldást. Mészáros László hozzátette, a jelenlegi munkálatok az önkormányzat megrendelésére kezdődtek el, hiszen a település számára is fontos, hogy a terület továbbra is biztonságos legyen. Közösen tisztelegnek az első és második világháború dunapentelei áldozatainak és hőseinek emléke előtt a pentelei közösségek a Pentele baráti kör szervezésében. Október 30-án 15 órakor a Dunaújvárosi temetőben a második világháborús emlékműnél, majd a Magyar úti iskola melletti világháborús kegyhelyen róják le tiszteletüket. Beszédet a Pentele baráti kör felkért tagja Varjas Péter, majd verset Nagy László mond. A rendezvényekre minden érdeklődőt várnak. Dunaújváros közgyűlése október 21-én fogadta el azt a rendeletet, amely írásba foglalja a jelenlegi tűzgyújtással és avarégetéssel kapcsolatos szabályokat. A rendelkezés részleteiről és a tevékenység legfontosabb szabályairól Orosz Csaba önkormányzati képviselővel beszélgettünk.
Lakossági igény mutatkozott főként a családi házas övezetekben élők részéről a tűzgyújtással kapcsolatos szabályok megalkotására. A legújabb szabályok szerint október 27-től kezdve minden szerdán és pénteken van lehetőség az avar, illetve a száraz, komposztálása nem alkalmaz zöld hulladék égetésére, mindezt a városlakók délelőtt 9 és délután 17 óra között tehetik meg. Minden szerdán és pénteken lehet tüzet rakni, igazából 9 órától 17 óráig, ha ez a szerda és a péntek nem ünnepnap. Ezeken a napokon lehet. A kérés az, hogy ha lehetséges, akkor a tisztelt lakosság az avart, a faágakat, ha lehetséges, és van rá helye, és olyan minőségű ez az avar, vagy levágott fű, komposztálja, ha lehet. Hogyha beteg, gombás, olyan típusú faágakról van szó esetleg, ami beteg, azoknak az égetését lehet megoldani. De ezeket is érdemes előtte szárítani. A képviselő kiemelte, amennyiben valaki nem tartja be a szabályokat, bírságra, sőt, akár rendőrségi intézkedésre is számíthat. Van először is az, amikor az önkormányzati rendeletet valaki nem tartja be, és olyan napokon tüzel. Ilyenkor esetleg a tűzoltóság, illetve a katasztrófavédelem értesíthető, és akkor bírsággal sújtható. Hogyha pedig nem olyan anyagokat, ugye, mint említettem, hogy avart, faágat éget, hanem gumit, műanyagot, kábelek körül lévő műanyagot éget, az pedig ilyenkor már a rendőrség hatáskörébe kerül, és őket kell ilyenkor hívni, riasztani, őnekik kell jelezni ezt, és akkor ott is szankció lesz. Orosz Csaba hozzátette, a kijelölt tűzrakóhelyeket továbbra is használhatják a városlakók, amennyiben nincs érvényben megyei vagy országos tilalom, illetve a helyszínen biztosítják az oltáshoz szükséges eszközöket. A kijelölt tűzrakóhelyeken, amikor nincsen megyére vagy egész országra tűzgyújtási tilalom, akkor ezeket a rendszabályok betartása mellett lehet használni, ami nagyon fontos, hogy csak a tűzakó helyen égjen a tűz, ne szabaduljon ki. Mindig a tűzakó helyet használónak kell rendelkeznie valami tűzoltó eszközzel, akár tűzoltókészülékkel, vagy itt a Duna partján egy vödörrel, amiben a vizet ide hordja, és el tudja oltani. Tehát mindig az ő felelőssége a tűzrakóhelyen is, és az avarégetésnél is az ő feladata, hogy olyan tűzoltó eszközt rakjon oda, ami a kialakulható tűz mértékének megfelelően ez a tűz eloltható legyen. A képviselő egy fontos dologra is felhívta a városlakók figyelmét. Minden esetben ellenőrizni kell az elégetni kívánt hulladékkupacokat, hiszen azok alatt sünök és más kisállatok bújhatnak meg. Kronászt Margit, az Intercize Múzeum történész muzeológusa a tavalyi évhez hasonlóan idén is takarítási akcióra hívja a városlakókat. A kezdeményezés célja, hogy a kis temetőben egy rendezett környezetet teremtsenek az emlékezőknek. Egy méltó emlékezőhely létrehozása a cél. Így fogalmazott Kronászt Margit annak a kezdeményezésnek a kapcsán, amelyet még tavaly indítottak a kistemető szépítése és rendezettsége érdekében. Az akció október 30-án szombaton indul újra, mindenről a szervező számolt be. A tavalyi ősz folyamán elindítottunk egy ilyen kezdeményezést, hogy a kistemetőt megmentsük, kitakarítsuk, egy méltóbb emlékezőhelyet hozzunk létre, mert hát ugye nagyon sok pentelei családnak a sarjai ma is köztünk élnek, a régiek pedig itt nyugszanak. Ugye az 1800-as évektől kezdve közel másfél évszázadon keresztül temetkeztek ide, ezért úgy gondolom, hogy mindenképpen fontos lenne megőrizni ezt a területet az utókor számára is, és ezt a tavaly elkezdett folyamatot szeretnénk a héten folytatni, hogy halottak napja előtt egy kicsit rendbe tennénk a temetőt, szemetet szednénk, gajaznánk esetleg, ahol szükséges, hogy akik emlékezni érkeznek, akkor egy tisztább, kultúráltabb környezetet találjanak majd itt. A történész hozzátette, minden érdeklődőt várnak az akcióra. Október 30-án szombaton 9 órakor fogunk itt gyülekezni a 48-as emlékműnél, megbeszéljük, hogy mi lesz a program. Várunk igazából mindenkit, aki szeretne segíteni, közösségi szolgálatra, diákokat, városlakókat, bárkit, akit érdekel ez a projekt, és úgy gondolja, hogy egy kicsit kivenné a részét, és eltöltene velünk egy délelőttet, úgy. Nagyjából 3 órával szoktunk számolni, délig szoktunk itt lenni. Kronászt Margit kiemelte, amennyiben a városlakóknak lehetőségük van rá, hozzanak magukkal zsákokat, szerszámokat, illetve olyan eszközöket, amelyek alkalmasak a terület rendezésére. Fájdalmas pontvesztés a kihagyott 11-esek meccsén. 3 büntetőből 2-t kihagyva játszott 2-2-es döntetlent a Vác elleni hazai bajnokin a Dunaújváros Passe labdarúgó csapata október 24-én.
Hazai környezetben a Vác elleni találkozóval folytatta a bajnoki küzdelmeket a Dunaújváros Pase labdarúgó csapata. A mérkőzés első lehetősége a miénk előtt adódott, de Szepesi remek lekészítését Novák a kapu fölé vágta. Nem sokkal később 11-eshez jutott a D-Pase, ám a lövés mellé ment, így maradt a 0-0. A kihagyott lehetőség után idegessé, kapkodóvá vált a miénk játéka, így a vendégek stabil védekezése ellen még a helyzetbe kerülésre sem volt esély a félidő végéig. A második játékrész elején hiába igyekezett ismét ráerőltetni akaratát együttesünk a vendégekre. Az 52. percben Tóth remek lefordulása után a kapu közepébe vágta a játékszert, így némi meglepetésre a Vác szerezte meg a vezetést. Az 58. percben Tóth Ákos csodorták el a 16-os vonalánál, a játékvezető újabb büntetőt ítélt, ezt Szepesi már gólra váltotta. A 63. percben jött az újabb fordulat, egy látványos váci szabálytalanságot engedett tovább a játékvezető a dunaújvárosi 16-oson belül, így Mercse találatával újra vezetést szereztek a vendégek. A mérkőzés végéhez közeledve a csereként beállt Székely remek beadása után Szepesi csúsztatta Dorogi elé a labdát, aki 5 méterről nem hibázott és belőtte az egyenlítő találatot. A mérkőzést követően Varga Balázs távol létében Pálinkás András kapusedző értékelte a csapata teljesítményét. Futball az mindig büntet, minden mérkőzésen, hosszú távon és rövid távon is. Az az igazság, annyit mondtam most a fiúknak, hogy beletették ugyanúgy a munka részét, és nincs meg a 3 pont. Hát itt az erősebbnek kell lenni, pontosabbnak kell lenni, tehát ezeket a dolgokat valahogy, ha át tudjuk lépni, már pedig át kell lépnünk, akkor ott leszünk, amit szeretnénk. Úgyhogy ezután már csinálni nagyon nehéz mit mondani, mert idegbeteg vagyok én is, de a játékosokat próbálom nyugtatni, és azt mondani nekik, hogy jó munkát csináltak. Egy mérkőzésen 2-10-es kihagyni, az hiszem több, mint luxus. Másképpen is alakulhatott volna a párharc, a kulcsjátékosok hiányáról, illetve a kihagyott büntetőkről is beszélt Pálinkás András. Az öltözőben azt mondtam, az öltöző nyeri meg a csapatot, tehát itt 15.-20. játékos nincs, de hát ezen a meccsen lehetett látni, hogy ez ellen a csapat ellen lehetett volna a kulcsjátékosok egyéni képességgel, még talán többet tudtunk volna, talán a győzelem meg lehet volna, de ennek ellenére nem lehet kiadni 2-11-est, én azt mondom. Labdarúgóink legközelebb a Paks 2 csapata ellen játszanak idegenben, október 31-én, délelőtt 11 órától a bajnokság 15. fordulójában. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben tehetik, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!